Köszöntöm Önöket, Magyarország fénylő csillagai, a Highlights of Hungary programban résztvevők mutatkoztak be a Matthias Corvinus Kollégium kerekasztal beszélgetésén. Őket ismerhetik meg, tartsanak velünk! Magyarország fénylő csillagait tartalmaz a Highlights of Hungary program. Hogy ezt a programot egy kicsit közelebb hozzuk a közönséghez, illetve jobban megismerjük, hogy pontosan miről is van szó, és hogy mégis milyen mértékben szerteágazó ez, 5 fénylő csillagot hoztunk el ma. Sok szeretettel köszöntöm elsősorban Orosz Őrs, jogvédő aktivistát, értékmentőt, aki a Highlights 2022 közönségszavazás második helyezettje. Szintén köszöntöm dr. Molnár Andrát, a Highlights 2022 jelölt Ovi Sport közhasznú alapítvány elnökét. Itt van velünk Egri Krisztián, első filmes rendező operatőr, Highlights 2022 jelölt. Potyó Imre, környezetkutató, természetfotós, szintén a Highlights 2022 jelöltje. Végül, de semmiképpen sem utolsó sorban itt van velünk Tegzes Dániel, a Highlights 2022 Continens ZRT társalapítója. A beszélgetés első felében elsősorban a résztvevőknek fogok kérdéseket feltenni az ő munkájuk és egész pontosan foglalkozásuk kapcsán is. Egy rövid bemutatkozó körrel szeretném kezdeni. Kezdjük, Krisztián, veled, induljunk így szépen körbe. Pontosan mi az, amivel foglalkozol, illetve honnan jött az az inspiráció, amit te a mai napig felhasználsz? Ezt a fénylő csillagot még nem hallottam, de köszönöm szépen, ez hízelga mindenképp. Tehát én Egri Krisztián vagyok, és első filmes dokumentum, filmes rendező operatőr, nem játékfilm vagy ilyesmi. És az első projektem, ami most arra már egy sorozattá nőtte ki magát, az a cím, hogy Mesterségek memoárja, ami a gyakorlatilag a kiváló félben lévő kézműves mesterségeket igyekszik bemutatni minél mélyebb szinteken, és akkor ez bele van bújtatva egy ilyen, hát egy ismeret terjesztő dokumentumfilmnek a köntösébe, de valójában ezek ilyen mély interjús portréfilmek, tehát legalább annyira van a fókusz a mesterembereken, mint az, amit csinálnak, és ahogy csinálják. Mi volt még valami? Elfelejtettem a második felé. Igazából az volt még a kérdésem, hogy mi volt az a motiváció, honnan elindultál, tehát hogy csöppentél bele ebbe a szerintem egész különleges világba? Hát én régebben BMX-eztem, az egy ilyen kis tükkös bicikli, és már akkor is dokumentáltam igazán a társaságot, és akkor attól, hogy eltávolodtam attól a fajta filmezéstől, és már régóta kezdtem gondolkodni, hogy azért ez a dokumentumfilmezés, ez jó buli, mert tanul az ember folyamatosan valamit, és világot rát egyebek, tehát jó projekt, és már pont kezdtem leunni azt, amit akkor csináltam, úgyhogy nekem gyakorlatilag szükségem volt egy dokumentumfilmre. Semmi baj. És így gyakorlatilag véletlenül Erdélyben kötöttem ki, és ott pedig egy szénégetőnél egy teljesen más dolgot forgattunk, egy székely más filmet gyakorlatilag, és kérdezte tőlem ez a szénégető Zoli, hogy mikor kell beszéljen a szénégetésről, és mondtam, hogy hát nem most, de két héten belül, amikor visszajövök én egyedül a kamerával, és akkor kifilézzük a dolgot. Úgyhogy hát ez meg is történt, voltam már többször, és kész is a film. És utána ezt láttam, hogy ez sajnos ilyen kiadó, sajnos vagy nem sajnos, de igazából ez van, tehát múlik az idő. Van még több ilyen mesterség is, amiről érdemes lenne esetleg egy ilyen mélységében menő kis filmet készíteni, tehát ezek nagyjából ilyen félórás kis filmek. Úgyhogy így innen jött a dolog. Köszönöm szépen!
A mesterségek, illetve a filmrendezés területéről most ugrunk egy nagyot az ovi és a sport kapcsolatához. Személy szerint engem ez nagyon meglepett, mivel őszintén szólva óvodás koromban én nem emlékszem sok lehetőségre, ami a sportolást illeti, mindössze talán egy ilyen kötelező ovis úszás oktatáson vettem részt, vagy valami hasonlón. Dr. Molnár Andreától szeretném elsősorban kérdezni, hogy pontosan mivel foglalkozik az ovi sport közhasznú alapítvány. Az ovi sport közhasznú alapítványt 2011-ben Buzánszky Jenő, a legendás aranycsapat jobb hátvédje alapította abból a célból, hogy intézményi kereteken belül meg tudjunk valósítani egyfajta sportág specifikus testnevelést. Ez most így nagyon tudományosan hangzott, de mit is jelent ez? Mi rájöttünk arra, hogy a mindennapos testmozgás és testnevelés az ott mindig is kötelező volt az óvodában. Ez nem egy új novum, amit ugye később ezt bevezették az általános iskolába, gimnáziumba. Ez már a szocializmus alatt is kötelező volt, ráadásul mindennek a szabadban kellett megtörténnie. Viszont mindenhova építettünk sportpályákat, ugye közterekre, általános iskolába, gimnáziumra, egyetemre, tényleg rengeteg helyre, viszont az óvodában, ahol tényleg kötelező volt a mindennapos testmozgás, ott ez elmaradt. És láttuk azt, hogy önmagában a tornatervi mozgás az nem elegendő, nem is élvezik úgy a gyerekek, és megvan annak az élettani oka is, hogy miért kell ennek ugye a szabadban történni, mind irányított, mind pedig szabad foglalkozás keretében. És egyébként egy teljesen személyes indítatásból indult az egész. 2010-ben 3 éves lett a kisugom, aki édesapám második házasságából van. Őt beadtuk az óvodába, és ott szembesültem először azzal, hogy milyen helyzetek vannak az óvodában, hogy gyakorlatilag sportolásra alkalmas terület nincsen, mert tele vannak a csoportszobák, a raktárból csináltak tornaszobát, az meg semmire nem alkalmas, az óvoda udvara vagy rossz játszótéri berendezésekkel, vagy játszóeszközökkel van berendezve, vagy semmi nincsen. És akkor döntöttük el, hogy ezen változtatni szeretnénk, legalább abban az óvodában. És sikerült az első kis pályát megépíteni, és láttuk azt, hogy erre mekkora igény van. Konkrétan a gyerekek, amik megérkeztek az óvodába, már dobták el a hátizsákjukat, és nem az épületbe mentek be, hanem ki az udvarra. Nagyon büszkék voltak, hogy saját focipályájuk van, sőt az egyik óvis még mondta nekem, hogy Andi néni, tessék elképzelni, nekünk stadionunk van. Tehát ők ezt tényleg úgy élték meg, hogy ez az ő pályájuk. Így is lett kialakítva, tehát mind a méretében a méretigények, a gyerekek igényeihez lettek kialakítva, és multifunkcionálisak ezek a sportpályák, amiket mi az óvodába építünk. Rengeteg eszközt biztosítunk hozzá, amivel el tudják sajátítani a gyerekek a különböző labdajátékok mozgáskultúrájának az alapjait, de van egy játékos testmozgás alapképzés, ami ugye mindennek az alapja, hiszen Buzánszky Jenő bácsi úgy fogalmazott, hogy ebben a korban nem az a lényeg, hogy a gyerek focizzon, hanem az, hogy megszeresse a sportot, minden nap sportoljon, és váljon az élete természetes részévé. És hogyha az élete természetes részévé válik, akkor később is meg fog ez maradni az iskolában. Olyan szinten igazolta vissza az élet ezt a igényt, hogy azért is lettünk tavaly jelöltek, mert az 500. ovi sportpályát át tudtuk adni. Ebben nem csak magyarországi pályák vannak benne, hanem határon túli pályák is benne vannak. És az az óvodapedagógus képzés, amit mi kidolgoztunk, amit helyi szinten az óvodákban megcsinálunk, az pedig olyan akkora igény lett rá, hogy most már egyetemi szinten oktatjuk és mozgásfejlesztő, sportalapozó óvodapedagógusokat képezünk posztgraduális szinten, és ehhez is biztosít az alapítványunk támogatás. Tehát így indult el az egész, és ide jutottunk, abszolút saját motiváció volt, és Jenő bácsi pedig egy különleges ember volt, aki pontosan tudta, hogy ő már nem fogja látni annak a gyümölcsét, amit ő elkezdett. Ő mindig azt mondta, hogy ez egy olyan, mint amikor az öreg ember diófát ültet, vagy erülteti, és majd az unokák látják a gyümölcsét, úgyhogy bízunk benne, hogy a sportoló nemzethez, ami az ő álma volt, hogy annak Magyarországnak annak azzá kell válnia, ennek az alapjait mi tudjuk lerakni az óvodába. És az, hogy most már minden 10. óvodában ott vagyunk országszerte, az visszaigazolta azt, hogy Jenő bácsi jó program mellé tette le a voksát, és ez egy nagyon szép hagyaték, amit mi ápolhatunk.
Hát azt gondolom, fantasztikus teljesítmény, és az is egy nagyon jó érzés tényleg, hogy hazánkban ilyen projektek is futnak, amit nem is gondolnánk, hogy mennyi óvodába el tud jutni, illetve mennyi sportolni, vagy éppen sportolni vágyó kis óvodás szólít meg. Következő kérdésem Orosz Őrshez intézem. Jogvédő aktivista értékmentő, elsősorban a Felvidéken, hogyha jól tudom. Egy pár szót tudnál mesélni, kérlek, arról a tevékenységről, amit te most folytatsz éppen, és hogy ez hogyan kapcsolódik a felvidéki magyarsághoz? Először is köszönöm szépen a meghívást. Nagyon felemelő egy ilyen sokrétű és sikeres csapatban együtt szerepelni. Nem csak elsősorban, hanem kizárólag a Felvidékhez köthető, leszámítva egy-egy ilyen magyarországi haknit, én az életemet tényleg a felvidéki utakon töltöm. Volt olyan nyár, amikor 22.900 kilométert futottunk le azért, hogy az összes olyan nyelvhasználati helyszín dokumentálni tudjunk, amire a szlovák államnyelvtörvény vonatkozott. Most elhangzott, hogy jogvédő aktivista, de hát ugye ez nem egy olyan programszerű dolog, ráadásul nem is egy magányos harcosnak az útja. Én egy egyesületet vezetek, amit 11 éve alapítottunk többen magunkkal. Ennek az a neve, hogy Sine Metu, ez a latin frázis azt jelenti, hogy félelem nélkül. Akkor a névadás igazából onnan jött, hogy mi a magyar nyelv státuszát szerettük volna javítani Felvidéken. Akkor olyan politikai közhangulat volt, hogy igazából elég magyar ellenes közhangulat volt, és ráadásul a hazai magyar politikai paletta is megosztott volt, két pártba tömörültek a felvidéki magyarok, és az a konzervatívabbik mindig kimaradt a törvényhozásból. A másik párt meg sok olyan értéket, ami magyar közösségi érték nem tartott fontosnak, úgyhogy mi létrehoztunk egy anonim mozgalmat, olyan videókat készítettünk, amikben soha nem szerepeltek arcok, és a kétnyelvűség ügyét, a magyar nyelvhasználat ügyét próbáltuk fejleszteni. A vasúton, a közutakon sikeresen kivívtuk a vasúti kétnyelvűséget, azóta vannak magyar föliratok a vasútállomásokon, hogy egy speciális helyen, Ekel falujába 11 alkalommal festettük újra, amit állandóan lemeszeltek. És azért volt, ez nem azért volt név nélkül, fej nélkül, hogy mert féltünk volna, így is utolért minket a hatóság volt, hogy 24 embert vittek be a rendőrök, nem lett belőle kihallgatás, csak adatfelvétel, de ment az ijeszgetés. Szóval azért volt ez név nélküli, meg arc nélküli, hogy ez a két politikai tábor, a piros-fehér-zöld, meg a narancsárga, ami mondjuk nagyjából egyforma társadalmi szegmenst szólított meg Felvidéken, hogy ne lehessen ezt a kétnyelvűség ügyét az egyik, vagy a másik tábor ügyévé tenni, mert hisz ez egy pártok fölött álló történet. És hát az akkor egy sikeres sztori volt, ezt a fajta advocacy tevékenységet, ezt a közösségi érdekérvényesítést kipróbáltuk, az volt a Facebook születésének az időszaka 2007-89 táján, és aztán hát egyre másra megtaláltak bennünket az ügyek, úgyhogy nem csak nyelvi jogok, de környezetvédelmi témákat is felvállaltunk, például tavaly a Sajó katasztrófáról lehet, hogy hallottak, nyilván, tehát a mi egyesületünk telephelye az épp a Sajó partján található, úgyhogy Felvidéken ezt a fajta harcot én vezettem, többek között 1000 liter szennyezett sajóvizet vittem el teherautóval a Környezetvédelmi Minisztérium ajtajába, Pozsonyba, és ott azt szét is locsoltuk, miután a hatóságok hónapok óta nem tettek semmit. Ott is sikerült kikényszeríteni valamit, de hogy ne vegyem el az időt a többiektől, gyorsan lekerekítve elhangzott még az, hogy értékmentés, hát az egy ilyen harmadik portfólió, vagy lába az én munkámnak, hiszen Felvidék egy olyan hely, ahol a rendszerváltás óta 7000 műemléképület tűnt el, amit a szlovák hatóságok úgy orvosolták az állandó átlagromlást, hogy kihúzták a műemléki jegyzékből ezeket az épületeket. Na most nyilván, hogyha Felvidéken történelemről beszélünk, akkor valahol mindig szembe találjuk önmagunkkal magunkat. Szóval, ha történelem, akkor az magyar történelem is.
az pont az az időszaka a szlovákokkal való közös 800 évünknek, ami egy sikeres időszak volt, és bizony ezt a szlovák nemzetpolitika igyekszik sokszor tagadni. Ennek is az eredménye, hogy 7000 műemléképület elveszett, amik jellemzően kisvidéki kúriák voltak. És hát ebbe is beleálltunk, most éppen az egyesületünk a szlovák műemlékvédelmi műemlékenciklopédiát fordítja magyar nyelvre, műemléképületeket mentünk, romokat gondozunk, kis emlékeket állítunk újra, például a legelső felvidéki köztéri szobor, a Branyiszkói csatának az emlékműve, ennek az újra öntése is az egyesületünk munkája. Ezt egy ilyen kisebb könyvben össze is foglaltam, de ezt csak akkor szabad lapozgatni, amikor éppen az én műsoridőm zajlik, de adok itt egyet a kedves hölgyeknek, esetleg legyen ez a reklám helyet, tessenek megnézni, mert úgyse tudom végigmondani. És az utolsó pillére, az ötödik az egyesületünk munkásságának, az pedig a felvidéki magyar nyelven megélt tömegélmény biztosítása, ha lehet így fogalmazni. A legnagyobb magyar rendezvényt is mi szervezzük, nem örököltük, nem a kézbe ültünk bele, hanem a 95 éves Gombaszögi Fesztivált, ami Közép-Európa legrégebbi szabad egyeteme, 1928 óta valósul meg, 2009-ben, amikor ez csődbe ment és befejezte, akkor mi elkezdtük a nulláról újjáépíteni, és ma több mint 30 ezer vendég éjszakával ez a legnagyobb felvidéki magyar rendezvény. Ennek 14 évig voltam a főszervezője, éppen pár hónappal ezelőtt adtam tovább az ifjabb nemzedéknek. Köszönöm szépen. Nagyon szépen köszönöm az ismertetőt, és köszönjük szépen az olvasnivalót is. Felvidékről most ide jövünk vissza Székesfehérvárra, ugyanis a mellettem ülő úr egy olyan startupnak a vezetője, aminek itt van a székhelye Székesfehérváron. Ez nem más, mint a Continence ZRT, és arra kérlek most, Dániel, hogy mesélj nekem erről, mesélj nekünk erről röviden a startupról, és hogy ennek mi a története, hogy kezdődött. Köszönöm szépen a lehetőséget. Hát érdekes nekem itthonének lenni, mert hogy azért mi együttmentek vagyunk elég rendesen. Mi alapvetően Szentendrén alapítottuk ezt a céget, mégpedig egy olyan technológiát hoztunk Magyarországra egy holland feltaláló által, amit egyébként teljesen véletlenül ő 2010-es években szintén Székesfehérváron gyártott itt a Videoton hagyományára építkező fémmegmunkáló üzemekben. De ettől független az, hogy mi ide kerültünk, mi ezt 2017-ben indítottuk el ezt a céget, a fesztiváliparból, Sziget Fesztiválnak és egyéb nagy rendezvényeknek voltunk az infrastruktúra szolgáltatói, és amikor jött a vízes világbajnokság, akkor láttuk azt, hogy ez egy akkora méretű rendezvény lesz, ráadásul 5 helyszínen és a fesztivál szezon közepén, hogy gyakorlatilag mi akkor kerestünk olyan megoldást, ahol mi konténer, tehát iroda és lakókonténerekben tud működni, és itt találtunk rá erre a holland feltalálóra, aki ezt az összecsukható konténereket csinálta. Ezek gyakorlatilag olyanok, mint minden normális iroda konténer, tehát ezek egy két tonnás vasból és szendvicspanelből és nyilászáróból álló teremtmények, csak az a különleges bennük, hogy össze lehet csukni a saját területünknek az 1/5-ére. Ami azért jó, mert amikor irodakonténereket szállítottunk mi mondjuk a Volt Fesztiválra Sopronba, akkor mindig ez volt, hogy az egyébként is egy irányba menő forgalomban, ahol ugye minden terméket először oda kell vinni a fesztiválra, aztán amikor vége van, akkor nagyon gyorsan el kell vinni mindent. Itt az irodakonténerekben mi gyakorlatilag a levegőt szállítottunk, mert hogy ez egy doboz. Csak egy viszonylag nagy doboz, és hát a Rob abban volt zseniális, hogy ezt a dobozt tényleg az 1/5-ére össze tudta hajtani, úgyhogy mi 2017-ben ezt a technológiát megvettük, és már itthoni mérnökökkel szépen tovább is fejlesztettük, ahogy illik, és hát nekünk ugye itt közben jött a Covid, ami azért elég rendesen a rendezvény szakmát azt megrángatta, tehát hogy mi életünk szezonjára készültünk, amikor a Covid kitört, az összes nagy európai fesztiválra le voltunk szerződve, a foci EB-vel, ami szintén elmaradt, és hát minden elmaradt gyakorlatilag, de akkor nekünk volt már egy haditechnikai kitekintésünk is, hiszen tudtuk azt, hogy ideiglenes infrastruktúra az a honvédségben is elég fontos, illetve volt már egy induló egészségügyi lábunk, ami hirtelen elég nagy erőre kapott, mert egy ideiglenes egészségügyi infrastruktúra is nagyon sok kellett akkor.
Úgyhogy erre építve az angol partnerünkön keresztül végül is, bár arra készültünk, hogy fesztiválokra fogunk járni, végül is angol repülőtelekre jártunk Covid-laborokat építeni, és összesen 9 ilyen nagy méretű Covid-labort építettünk föl, és ekkor jöttünk rá arra viszont, hogy az, hogy mi alvállalkozókkal gyártatjuk a konténereket Magyarországon, az sajnos hosszú távon nem kivitelezhető. Tehát azzal együtt, hogy én bölcsész vagyok, az alapítótársam meg közgazdász, azt találtuk el, hogy akkor most legyen gyárunk. És akkor így kezdtük el Fehérváron 2021-ben, januárjában egy helyi testvérpárral közösen fölépíteni a Continence gyárat, ami most már több mint 80 embernek ad munkát, és több mint 10.000 négyzetméteren termelünk konténereket, és most már az összecsukható konténereken kívül egy csomó olyan egyéb nagy hozzáadott értékű konténer alapú technológiát is gyártunk itt, konyhákat, orvosi rendelőket, katonai alkalmazásokat, csináltunk egy lőteret is például, ahol konténerben lehet fegyverrel lőni, gyakorlatilag itt a városban is, akár olyan hangszigetelés van rajta. Hát ezeket a nagy kihívásos projekteket szeretjük mi, és ebbe megyünk, és növünk bele szépen itt a székesfehérvári életbe. Nagyon szépen köszönöm a rövid összefoglalót, ez is egészen sokrétű tevékenység, úgy gondolom, és mindenképpen érdekes a highlight szempontjából is. Potyó Imrét szeretném kérdezni környezetkutatással és természetfotózással kapcsolatban, elsősorban arról, hogy mi volt az, ami téged megfogott a természetben, elsősorban Magyarország természetében. Először is szeretettel köszöntök mindenkit, és szeretném megköszönni a Highlights of Hungary-nek, hogy létrehozta ezt a megálmodt ezt a kezdeményezést, illetve létrehozta, ugyanis lehetőségünk van bemutatkozni ilyen különböző széles fórumokon, és igen, én természetfotósként tevékenykedem az elmúlt 16 évben. Ezt korábban még csak ilyen mindenevő voltam, kis kompakt gépeket használtam, de most már elmondhatom, hogy már ez a szenvedélyem, ez az életformám. Maga a fotózás, a természetfotózás. Én a Dunai-Poly Nemzeti Parkban dolgozom, környezeti nevelőként, a Börzsönyben, nem tudom ki járt ott, Dunakanyarban. Királyrét, jó kis látogatóközpontja van, a Hiusz ház. Onnan jöttem ma is, két gyerekcsoportnak tartottam patakvizsgálatot. Tehát én környezetkutatóként végeztem, mindig is érdekelt a természetvédelem, a természet, főleg madarászattal foglalkoztam kiskoromban, különböző távcsőes megfigyeléseket végeztem mindenfelé. Aztán észrevettem, hogy a különböző élményeket, amit odakint kapok, azt a hangulatot, azt szeretném megmutatni minél szélesebb körbe. És nem csak otthon a családnak, gyerekeknek, szülőknek, hanem szélesebb fórumon, akár az egész országban, vagy nemzetközi szinten. Ugye tényleg az utóbbi jó pár évben most már azért megyek ki a természetbe, hogy alkossak valami szépet, azokat a hatásokat, amiket odakint kapok, azokat képbe formáljam, aztán elhozzam és a közönségnek bemutassam. Én sokat járom az országot, különböző helyekre szoktam elmenni előadni, 400 képpel érkezem, én PowerPoint-os vetítéseket szoktam tartani, és mesélek a természeti élményekről, értékekről, meg persze magáról a fotóról, az alkotásról. És szerintem ez nagyon fontos tevékenység, ugyanis sokan városban lakunk, nincs időnk kimenni, vagy nincs lehetőségünk kimenni, ezért igenis minél szélesebb közönségnek meg kell mutatni azt a varázslatot, ami ott fogad minket kint, ugyanis azt tudjuk igazán megvédeni, vagy megszeretni, amit így megismerünk, felelősséget érzünk iránt, és utána elkezdünk valahogy kötődni, kapcsolni adott témához, mondjuk egy kis kérészhez, vagy akár egy varanyhoz, egy nem szeretem állathoz. Ha sokat látjuk, sokat olvasunk róla, vagy hallunk róla. Se is a hitvallásom, hogy tényleg ezeket az élményeket bemutassam, és szerethetővé tegyem. Úgyhogy nekem ez a természetfotózás egy ilyen életforma, másrészt pedig a munkám is valamelyest, mert ahogy mondtam, környezeti nevelőként dolgozom, természetismereti túrákat tartunk, sokszor a saját fotóimról mesélek, kirakom az erdőbe a különböző képeimet, és akkor a gyerekek elcsodálkoznak alatt, hogy azt micsoda, milyen szép egy sárganyakú erdei egér az éjszakai fenyves, vagy a denevérek nem is olyan csúnya, rusnya állatok, igenis kis aranyos kis cuki kis szőrmókok, akik beburkolóznak a szárnyaikba. Tehát lényeg az, hogy a gyerekek kezébe adjuk a kis bogarakat, az ezerlábúakat, a százlábúakat, és akkor már is máshogy fognak gondolkozni ezekről az állatokról. És lehet, hogy megfertőzzük őket, persze nem úgy, hanem kis morzsát ültetünk el bennük, és lehet, hogy ők is természetvédők lesznek, vagy nem is lesznek természetvédők, mert a nagy cégvezetők lesznek, de eszükbe fog jutni, hogy milyen jó táboroztak mondjuk itt a Börzsönyben,
nálunk, és akkor más döntéseket fognak hozni a természetvédelem érdekében, illetve a képeknek is ez a fontossága. És én sokat pályázok is ilyen nemzetközi, meg hazai nagy megmérettetésekre. Ezt nem az egónövelés miatt teszem, hanem éppen azért, mert a sikert érünk el természetfotósok, akkor a képeink bejáratják akár az egész világot, Amerikától kezdve Ausztráliáig, a különböző kis leírásokkal együtt, vagy egy nagy világgazdasági fórumra is eljuthatnak ezek a fotók, döntéshozók elé tanácskoznak, lehet, hogy határuk, és ez nagyon fontos szerintem, ez az alkotás. Nagyon szépen köszönöm a bemutatókat. A továbbiakban elsősorban arról szeretnénk beszélni, hogy az adott tevékenységeknek milyen kapcsolata van a közösséggel, illetve a médiával. Úgy gondolom, főleg rádiósként, hogy nem lehet lassan már manapság semmit csinálni, anélkül, hogy ne lenne valamilyen kapcsolat az adott célközönséggel, illetve hogy milyen fontos szerepet játszanak a visszajelzések szinte minden esetben. Krisztián, erről szeretnélek most téged kérdezni, hogy neked milyen a kapcsolatod a közönséggel, illetve hogy pályafutásod során eddig milyen visszajelzéseket kaptál, és hogy fogadtad azokat? Hát gyakorlatilag semmilyen közösségi médián még nem vagyok jelen, mert nekem személy szerint ezek a platformok nem feltétlenül szimpatikusak, és azt gondolom, hogy... Bocsánat, mi az, amiért nem szimpatikusak? Mert ezek a platformok használják az embereket, és nem az emberek használják tudatosan a platformot, és mint ugye nevében is benne van, hogy ez egy felület, és azt látom ezeket a felületeken, akár az Instagramon, vagy TikTokon, vagy bármi, hogy felületességre törekszenek. Tehát már minden 10 másodpercben kell megnézni, vagy inkább 3-ban. Tehát egy fotó már nem is érdekes. Nem. Legjobbak talán, legjobbak. Egy másodperc. Tehát azt már mostanában, hogy rengeteget jártam utána az elmúlt egy hónapban ilyen tudatosan, tehát piac felmérés szintje, mert elkerülhetetlen, hogy tényleg az én jövendőbeli közönségem is ott van jelen az interneten, de... Ez szerintem minden nagyon jól összefoglal. Hát igen, de tényleg felület, és a másik még ott van a gomb, ugye minden, hogy megosztás. És akkor a felületesség és a megosztottságot talán, hogy nem is kell ennél jobban kifejtenem, hogy ez mennyire nem egy tartható fejlődési folyamat szerintem, vagy nem is fejlődési folyamat, ez egyáltalán nem mindig, hogy jobb és bal oldal, és ez egy fasság, tehát én, na bocsánat, hogy elnézést, lehet nincs, hogy így egy ember van középen, tehát egység kéne legyen, és ezek a felületek szerintem nem arra felé tendálják ugye nagy közönséget, hogy erre törekedjenek, hanem minél többet, minél gagyibat, minél nagy hülyeségeket, és tehát kisgyermekeknek azt mondom fertőző. Ez biztos, hogy rosszabbat tesz, mint egy influenza, de ettől függetlenül, hogy most hogy van, hogy vizet prédikálok most, és aztán meg megiszom bort, mert minden kész van, hogy a mesterségek memoáriának is ezek a felületei meglegyenek, és meg is lesznek. De hát én azt mondom, hogy aki monopoli szeretne játszani, akár tartsa a játékszabályokat, mert különben magamnak csinálom a filmeket. És el kell jutatni azt valahogy egy szélesebb közönséghez, és ez egy annyira kézenfekvő, egyszerű dolog igazából, kicsit bonyolultabb, nem egyszerű, de szerintem ezek nagyon jó dolgok, hogyha az ember nagyon tudatosan használja őket, és ha ezek a dolgok nem őt használják folyamatosan. Indiában volt egy ember, most volt szerencsém mindjárt megjárni, egy képeslapot adtunk, és láttam csak egy ilyen tikkelő, ilyen hüvelyik ujját, és ott a csávó csak így nézelődött. Semmi nem csinál, csak volt egy ilyen reflexszerű tikkelés, tényleg egy olyan pótcselekvés, hogy... Tikkelés egyébként, amikor görgeti a közösségi médiát, tehát igen, hogy szerintem ez arra volt, igen, utalás, hogy már úgy görgetjük, hogy igazából nem is nézzük, nem is fogjuk fel, hogy pontosan mi a lényege. Igen, úgyhogy ezt gondolom meg, amúgy örülök, hogy legalább ebben a sok rossz dologban, most csúnyábbat mondtam, egy ilyen icipici kis jót bele tudok talán csepegtetni, vagy egy ilyen kulturálisabb tartalmat, vagy mélyebb gondolatokat, vagy ilyesmiket, akkor ez nekem már megnyugtató ok arra, hogy így csináljam ezt. Köszönöm szépen a visszajelzést.
Andrea, hozzád egy olyan kérdésem lenne, hogy neked hogy ment az a folyamat, ugye, ha jól értem, nulláról indult, tehát alapvetően az alapítványnak az élete, hogy ment az a folyamat, amikor elkezdtél tárgyalni bizonyos döntéshozókkal, polgármesterekkel, mennyire volt nehéz, miben láttad a legnagyobb kihívást, és hogy ment ez az egész folyamat, mire eljutottunk az 500 óvodáig, ahol már van sportpálya? Amikor megszületik egy gondolat, akkor ugye azt a gondolatot valahogy be kell csomagolni. Én előttem kristálytisztán élnek még azok az emlékképek, amikor frissen végzett egyetemistaként egy 28 oldalas programfüzettel rohangáltam az országban, hogy nekem van egy ötletem, és ez az ötlet nagyon jó. És hogyha társulunk és közösen megvalósítjuk, az alapítvány, az önkormányzat és azok a támogató cégek, akik ebben szívesen raknának pénzt, akkor tényleg egy nagyon jó dolgot tudunk létrehozni. Semmiképpen nem szeretnék álszent lenni, tehát egy Buzánszky Jenő név az már eleve sokat tesz hozzá ugye a magához, a programhoz. Nem is véletlenül, hogy amikor sportjogászként egyébként elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan rakjam össze ezt az alapítványt, akkor mondtam, hogy ha már alapítvány, akkor közhasznú alapítvány, ha már közhasznú alapítvány, akkor tényleg legyen egy olyan alapítója, akinek van neve, és ami nagyon fontos, hogy aki ráér. Mert ugye az aktív futballisták azok nem érnek rá, azok mindig vannak valahol, mindig van valami dolguk, és amikor gondolkodtam, hogy tényleg ki lehet az a személy, aki meglátja ebben a programban azt, amit én szeretnék odaadni, akkor az aranycsapat jutott eszembe. Ott ugye két választásom volt, Rosis Gyula bácsi és Jenő bácsi, és teljesen véletlenül Jenő bácsival egyébként egy sportpálya átadó ünnepségen találkoztam életemben először, és elmondtam neki az ötletemet, hogy szerintem valami ilyesmit kellene csinálni, és akkor sosem felejtem el, annyit kérdezett, hogy Andrea maga mennyit ért a focihoz. És akkor mondtam neki, Jenő bácsi, én semmit. Mondta, hogy az nagyon jó, akkor adom a nevemet, mert aki semmit nem ért a focihoz, és egy ilyen programot össze tud rakni, akkor ezt mutassuk meg azoknak, akik értenek a focihoz. Így indultunk el Jenő bácsival, tehát ő hitt bennem. És én azt gondolom, hogy amikor azt mondta nekem, hogy tied a nevem, használd felelősséggel, az egy olyan súlyú mondat volt, hogy én ott álltam, és azon gondolkodtam, hogy úristen, most egy élő legenda rám bízta a nevét, ezt a nevet csak öregbíteni lehet, csorbítani nem. És én valahogy ezzel a mentalitással kezdtem el felépíteni az alapítványt, ezzel a gondolatisággal mentem be az önkormányzatokhoz, és azt mondtam, hogy itt egy olyan dolgot tudunk létrehozni, amire mindenkinek szüksége van és szüksége lehet. És hála Istennek találtam is 15 önkormányzatot, akivel el tudtunk indulni, és az első évben 33 óvodába tudtuk elvinni ezt a programot. Nyilván a mi programunkban a sajtó megjelenés, hát ugye az Jenő bácsinak is egy nagyon fontos dolog volt, Jenő bácsi meg imádott szerepelni, tehát aki ismerte, pontosan tudja, hogy Jenő bácsi 5 percben is rendkívül érdekes, de akár egy 3 órás előadást is meg tud tölteni. Úgyhogy mi igyekeztünk nagyon jól használni a médiát, mind a tévét, mind a rádió szerepléseket, akár a Facebook megjelenéseket, vagy bármi, és igyekeztünk azokat a tartalmakat feltölteni, amivel azt gondoltuk, hogy azt a fajta szellemiséget, azt a fajta értéket, amit az aranycsapat képviselt, azt meg tudjuk jeleníteni, és a legfiatalabb korosztály számára el tudjuk juttatni egy olyan formában, ami számukra emészthető, és én azt gondolom, hogy én például ezeken a felületeken azt mutatom meg, hogy az a szellemiség, az a hagyaték, amit Jenő bácsi az alapítványra hagyott, az mi nálunk nem egy szoborban, egy festményben, egy képben, egy utcanévben jelenik meg, hanem a gyerekek mosolyában minden nap. És 55 ezer gyerekről beszélünk napi szinten. Nagyon szépen köszönöm. Őrs, hozzád az lenne a kérdésem a közönség, illetve elsősorban ugye a felvidéki magyarokkal való valamilyen szintű kapcsolattartással kapcsolatosan, hogy kik azok, akik a tevékenységet kezdetekor mögéd álltak, akik azt gondolták, hogy ez egy nagyon jó irány, és ezt támogatni kell. Mennyire volt nehéz vagy kihívásokkal teli velük a kapcsolatot tartani, illetve hogy ment ez a folyamat?
Hát először is a kezdeményezést csapatban alkottuk meg, tehát nem kellett mögém állni, egymás mellé álltunk, és úgy kezdtük húzni a szekeret, és ebből az alapcsapatból, akivel ezt úgy 15 éve ezt a mozgalmunkat elkezdtük kibontani, még ma is többen velünk vannak, másokat aztán másfelé vitt az élet, úgyhogy ehhez talán ennyit, és hát kortársak voltunk. Ja, azt nem mondtam, én Prágába jártam egyetemre, és ott van egy Ady Endre diák kör, ami egy a néhai Csehszlovákia legöregebb civil szervezete volt, és hát ez volt a csapat, hát ez volt az a kényszerítő erő, ami összehozott ott egy jó kis gócpontot, mert mindannyian magyar gyerekek voltunk, felvidékiek, mindenkit fűtötte az a szeretet, és akkor összejártunk, és mit lehet a távolból tenni az otthonért, és akkor kitaláltuk, hogy ezt a témát elkezdjük boncolgatni, és akkor onnan elég volt, tehát hosszas előkészítés után egy-egy villám látogatásra hazatérni, kicsikét fölborzolni az állóvizet egy-egy ilyen elsősorban videós kommunikáció alkalmával, és aztán mindent mi el tudtunk látni online, úgyhogy a kapcsolattartás egyébként nyilván online, és hát a hagyományos húsvér közösségekben történt, amikben máig hiszek, egyébként pedig egyetértek az előttem szólóval, hogy hát ez a Facebook, ez teljesen tönkreteszi a világunkat, főképpen kisebbségi térben, ahol összetartásra lenne szükség, mint a mi közösségünkben, ahol ahhoz, hogy mi sikeresek legyünk politikailag is, már pedig az egy kisebbségi közösség fönnmaradásához elengedhetetlen, ahhoz a mi felvidéki társadalmunknak a 75-80%-ának kéne egyfajta modus vivendire jutni, és megegyezni valamilyen minimumba, és annak mentén egyesülni. Ez pedig a szocmédia meg kiélezi a feszültséget, és már ott is konfliktus van, meg bizalmatlanság, ahol igazából barátságnak, meg készfogásnak kéne lennie, úgyhogy nyilván az én platformom a Facebook, mert nincs saját hírügynökségünk, vagy saját médiumunk, tehát ez maradt, de ha lenne itt egy piros gomb, amivel ki lehetne az egész világon kapcsolni, akkor én azt megnyomnám azonnal. Tehát az összetartást azt nem erősítheti esetleg a közösségi média már esetleg azzal, hogy új kapukat nyit meg, tehát hogy a kommunikációt valamiest egyszerűsíti? Hát nyilván a számomra ez hozott egy csomó lehetőséget, de az a felszínessége, hogy a dolgok hiába gondolja az ember jól azt, amit gondol, annak a legtetejét tudja effektíven bemutatni, prezentálni, átadni. A maradék 97%-át a gondolat mögé már csak ugye hozzá gondolja a fogyasztó, és akkor itt teljesen elcsúszhatnak a dolgok, és aztán egy csomó fölösleges konfliktushoz vezet. Köszönöm szépen. Dániel, a te tevékenységed azt gondolom, hogy nagyon nagy szerepet tölt be a marketingben, illetve a média szereplésekben. Ezzel kapcsolatosan szeretném tőled azt kérdezni, hogy pontosan milyen marketing stratégia mentén haladtatok, mennyire kellett a közösségi médiát ehhez igénybe venni, valamint hogy a vásárlókkal pontosan hogyan működik a kapcsolattartás, hogyan működik a kommunikáció. Na, hát ez nehéz, meg összetett, tehát hogy onnan indulok, hogy én tényleg bölcsész vagyok, ráadásul kommunikáció szakos bölcsész, tehát hogy nekem ez valamennyire szakmám. És a kezdetek óta a Continest kommunikáció mindig nagyon erős. És nem is én csinálom, tehát hogy egy nagyon kiváló volt kollégánkat hoztuk el a korábbi cégtől magunkhoz kommunikációs igazgatónknak. És hát amit persze az ember mindig elsőként tapasztal ebből, hogy az anyukája büszke rá, mert látja a Facebookon, hogy milyen jól megy. Aztán mindenki büszke, és mindenki egyre több és több embert érünk el, és látszik, hogy szeretnek is minket. És ez egyébként nekünk tényleg elengedhetetlenül fontos amiatt, hogy egy olyan iparágban dolgozunk, ahol 60 éve nem volt semmilyen innováció. Tehát a konténerek azok úgy vannak, amelyet a feltalálták őket. Az, hogy egyébként ezt össze lehet csukni, és ezt ez egy nyilván egy drágább megoldás, de hosszú távon meg olcsóbb, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen edukatív, konzultatív sales kell, hogy legyen. Nem lehet igazából ráönteni a piacra, és azt mondani, hogy itt van, vegyél.
hanem sokkal inkább magyarázó, sok tartalmat előállító dolog kell. Tehát ilyen szempontból nekünk ez létszükséglet volt. Azért is nyilván, mert ugye mi startup vagyunk, ahogy az elején mondtad, és van bennünk kockázati tőke is, tehát nyilván az, hogy az ember maga körül fújja a hype-ot és a lufit, az is szükséges ehhez. De azért azt is látjuk ezzel párhuzamosan, hogy azért az igazi nagy áttörések, az igazi nagy eladásaink mindig akkor voltak, amikor valahol láttak minket terepen. Tehát amikor meg tudtunk csinálni egy svédországi sívilágbajnokságot Stockholmtól 800 km-re északra, 200 konténerre majdnem, úgyhogy 5 kollégánk minusz 28 fokba fölépítette 5 nap alatt, és ott volt, és utána elmentünk 3 nap alatt. Na, azt be lehetett mutatni, egyébként ehhez is kellett az nyilván, hogy legyen ott profi fotós, profi stáb, drónnal fölvegyük az egészet, és utána terítsük a social médiába, tehát ez kellett hozzá. De ugye az a felület volt tényleg, tehát hogy igazából nem a kommunikáció adja el, hanem azt tudja eladni a terméket, hogyha az, amit csinálsz, az valódi, és ennek tudsz adni egy felületet a social médiába, és hát nyilván mivel nagyon jó a kommunikációnk, én most már elég gyakran mondom azt, amikor bárkivel találkozom, és mondja, hogy fú, látom, nagyon mentek, és mondom, hogy értsd meg, annyira szeretném, hogy ilyen kedd reggeli gyárba lévő termelési veszekedést föltehetnék a LinkedIn-re, vagy a YouTube-ra, de hogy hát nyilván ez van, hogy mivel... Lehet nem lennének olyan számok, igen, utána. Igen. Én azért egyébként én mindig azt mondtam, hogy föl kell tenni, tehát hogy van is ez a Fuck Up Night nevű egyik kedvenc rendezvény, amikor elmondjuk, hogy mit szoktunk elrontani. Nyilván a kommunikációs igazgatóm nekem sem enged mindent föltenni, tehát hogy én fölteszem, de ő leszedi. Volt már ilyen egyébként? Nem, azért nem. Tudom a határaimat, és nem vitatkozom vele. De hát ez van, hogy mivel felület, ezért elvárás is az, hogy persze a pozitív dolgokat, a jó híreket, azokat kommunikáljuk, de csomó esetben meg tényleg kell ez, hogy, és ebbe is egyetértek, hogy ezeken keresztül tudunk hatni, tehát amikor mondjuk az ukrán háború kitört, és nekünk van egy elég jó viszonyunk a Máltai szeretett szolgálattal, és ott voltunk 2 nappal később a határon konténerekkel. Azok a képek, azok nagyon sok helyre jutottak, és nagyon sok helyen bemutatták azt, hogy mi a mi mobilitásunknak az egyik előnye. És tökre nem ezért csináltuk nyilván, hanem az volt, hogy basszus, csináljunk már valamit, hát ott látjuk, hogy mit megy a határon, nekünk van infrastruktúránk, vigyünk oda, de látszik az, hogy ebből például konkrétan jöttek eladásaink. Úgyhogy ilyen szempontból van abszolút ereje ezeknek a képeknek és a médiának. Köszönöm szépen. A képekkel folytatjuk egyébként pontosan, hiszen Imre, tőled szeretném azt kérdezni, hogy a te képeid, én azt gondolom, hogy a természetfotó az alapból egy olyan műfaj, ami elképesztően látványos, azonban egyáltalán nem mindegy, hogy ezeket a képeket valaki egy kiállításon látja személyesen, nyomtatott formában, vagy éppen az interneten, a közösségi médián. Neked mi a tapasztalatod ezzel, hogy tudod elsősorban népszerűsíteni a képeket, illetve hogy jelenik meg, melyik formában a nagyobb esetekben? Ja, amúgy képekről nehéz mesélni, úgyhogy nincsenek ide kivetítve, de próbálok néhány fotót így bemutatni szóba. Én a Denevét láttam magam előtt. Igen? Ellenfényben repül a Denevét. Csillagok alatt volt. Igen, kicsit több a személy. A lényeg az, hogy nekünk kicsit bonyolultam, mert ahogy mondtam, annak egy nagy nemzetközi pályázatok, például a Wildlife Photographer of the Year, ezt már 59 év rendezik meg Londonban írják ki. 50 ezer kép érkezik be évente, és akkor a legjobb 100-at kiválasztják a zsűrik. Különböző kategóriák vannak, éjszakai, víz alatti, táj, emlős, stb. És akkor kategóriánként egy olyan 6 kép bekerül, tehát így alakul ki a 100-as csoport. És ezt a 100 képet, ezt azért mondom, ezt a 100 képet aztán kiállítják 90x60-as nagyításba. A londoni Természettudományi Múzeumban átvilágítva hátulról egy gyönyörű környezetben, fantasztikus installáció. És persze ott van a szöveg hozzá, angolul, elég sok térkép, hogy hol készül, bejelölve Magyarország, Börzsön, elég a Dunapart, meg persze a többi 99 kép különböző helyeken. És ezek akkor elevenednek meg ezek a fotók, ezek a témák, mondjuk egy gombaspóra, nem is tudom, ki látott már gombaspórát. Például a pöfetek gomba az így kilövi ezt a sok-sok ezer vagy százezer kis 0,01 mm-es spóraszemet,
és az ellenfényben, például vakufénnyel, a zseblámpafénnyel bámulatos, hogy ezt súfúrát tűrnek ki ezek a spórák, és a finom áramlatok különböző alakzatokban rendezik. És egy ilyen képemet is kiállították most legutóbb a múzeumban, Londonban, és rengeteg ember látja. Ott is van persze, a múzeumnak van Facebooka, Instagramja, vagy nem tudom, hogy milyen fóruma, és azt mondják, hogy 50 millió emberhez is eljuthatnak ezek a képek. Persze nagy részt az internetes formációkon keresztül, de aztán ez a kiállítás vándor kiállításra indul. Tényleg most legkövetkező alkalommal Ausztráliában, vagy USA-ban, Németország, Finnország, össze-vissza mindenfelé. És persze, hogy van más különböző nemzetközi nagy pályázat, úgyhogy ez nekünk természetfotósoknak nagyon jó, hogyha szép képet készítünk, különlegesen egyedit, újszerűt, tehát nem mondjuk egy nagy kócsagot, ami szintén egy fantasztikus élmény, csak rengeteg nagy kócsag kép készült már például. Amúgy naponta 350 millió fotó kerül föl a közösségi oldalakra. Nem természetfotó, hanem úgy összességében. Tehát tényleg, ahogy te is mondtad, nehéz olyat alkotni, ami nem csak egy átkörgetés, hanem úgy megáll rajta a nézőszeme. És kicsit beleolvas a leírásba. Úgyhogy nekünk fotósoknak ez jó, hogy vannak ezek a kiállítások, és saját kiállításokat is rendezhetünk, csak az persze kevesebb emberhez jut el, különböző művölési házakban ilyesmi. És vannak a nagy öreg természetfotósok, például Zsira Sándor, aki ő nem is nagyon mutatja be például Facebookon a képeit, ő csak kiállításokat szervez, fantasztikus nyomatokat, és ő még ebbe hisz joggal, hogy gyűjjön össze a nép, nézze meg a képeket, teázzanak, beszélgessenek, borozgassanak, aztán megyenek a képek mindenfelé. Én emlékszem, korábban állítottam ki én is sokat, nagyon sok macera, tehát egyensúlyozni, hogy tökéletesek legyenek az installációk, kirakva a sok idő. Úgyhogy inkább azt az utat választom, hogy én kivetítem a képeket nagyban, PowerPoint-os vetítés, besötétített terek, akár színházban 500 ember előtt, hatalmas méretben, és akkor azért ott is érnek a fotók, hozzájuk fűző sztorik. De én is Facebookozom, nincs saját ilyen nagy művész oldalam, csak egy sima profilom, és ott mindig megosztom a képeket. Ilyet ezek a nagy nemzetközi fórumok, ezeknek van internetes felülete is, ott is sokan látják, elég sokan. Meg sokszor ilyen különböző tévéinterjúkra hívják be a természetfotósokat, ha sikeresek. 7 percben nem könnyű beszélni persze a életünkről, de én el szoktam ezeket vállalni, mert akár 100 000 ember is láthatja a reggeli műsorokat, és lehet, és sokszor írnak utána Facebookon ismeretlenek, hogy milyen szép volt az a kis Dunavirág kérész, és hogy milyen csodák léteznek odakint. Tehát a kérdés az, hogy vagy én Facebookozok is kiállítani, már nagyon szoktam, rábízom magam a nagy nemzetközi, meg hazai pályázatokra, és akkor ők intézik ezt a részét. Nagyon szépen köszönöm, nagyon érdekes meglátás. Azt gondolom, hogy mind a kettőt egymással kiegészítve is lehet használni, tehát nem is feltétlenül kell itt, én azt gondolom, értékítéletet hozni egyik vagy a másik mellett, hanem nagyon jól kiegészíti a kettő egymást. Az utolsó körben azt szeretném kérdezni elsősorban tőletek, hogy a ti karrieretek, munkásságotok során mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembesültetek, és ezt hogyan küzdöttétek le, mi volt a motiváció ahhoz, hogy ezt leküzdjétek és újra felálljatok? Úgy kicsit még visszatérve az előzőre, hogy például egy fotónál, vagy akár egy filmes mozgóképnél is, de a vágásnak a tempóját viszonyatosan meghatározza az, hogy az moziba fog menni, vagy a telefonodon nézed, hiszen a szemednek, hogy mekkora dolgot kell befogjon. És teljesen máshogy is kell komponálni, például nagy vászonra, és ezért például Instagramon meg ilyen helyeken egyszerűen nem tud megjelenni a fotó. De szerintem nem az a természetes környezete az ilyen profi fotóknak, hanem tényleg a vászon. Mi volt a kérdés? Mi volt a legnagyobb kihívás a te munkásságod során, és hogyan küzdötted le, hogyan léptél túl rajta? Megszületni. Nagyon nehéz van. Nem sírtam újra. Újraélesztés, inkubátor, minden, de... Ez annyira friss projekt, és minden, amit csinálok ezzel kapcsolatosan, mindenból van két ilyen. És mi segít ezeken tovább lépni, semmi. Minden idők legjobb reklámszöveg és legnagyobb tanítása, és az összes buddhista és taoista tanítások szerintem emellett eltörkülnek, az a Nike-nak a Dumája, Just Do It, és
szerintem ennél többre alkotás közben nem biztos, hogy szükség van. Hogy ezt így tovább gondolok, csak már a kis dolgokból lesznek a nagy dolgok. Például amúgy nagyon sokat segít, és pont ez a szénégető, akiről forgattam, ugye ő egy baksát, egy óriási nagy baksát, 5 méter magas, 1 méter hosszú fákból, mint egy piramist, hogy körbe rakja, 12 méter az átmérő, 5 méter magas, 1 méteres fákból. Hát de... Ahogy fogsz neki? És hogy is mondja, hogy ezzelbe, ha én belegondolnék, hogy ezt nekem el kell kezdjem, hát soha nem érnek a végére. Hát neki is el kell kezdeném, mert megijednék, vagy megunnám, vagy bármi. És mondta, hogy már amúgy hasonlót kérdeztem, amúgy pont tőle is, tehát jó kérdés. Hogy mondta, hogy minden pici, apró részeredményt az életben ő felbecsül saját magához mértem. Tehát hiába ő ennyi fát tud berakni egy nap, akkor ő annyi fát rakott be, hogyha neki az nap annyi meg ennyi energia volt, akkor ő azzal meg van elégedve. Ha sikerült begyújtani a baksát, akkor annak örül. Tehát minden pici fázisának, még kisebb részmunkáinak ő mindig örül, és jól fekszik le, hogy na, ezt is megcsináltam, mert még maradt ez az. És ez nekem mindenféleképpen motiváló dolog. Ez egy... Köszönöm szépen, azt gondolom nagyon inspiráló egyébként, igen. Andrea, neked mi volt a legnagyobb kihívás, amivel szembesültél a munkásságod során? Elsősorban az alapítványi munkásságra gondolok. Hát önmagában kihívás volt az egészet létrehozni a nullából, a semmiből, hogyan kell egyáltalán elkezdeni egy közhasznú alapítványt megalapítani, kik legyenek a társaim, ki az, aki elhiszi azt, amit mondok, aki ugyanúgy hisz bennem, mint ahogy Jenő bácsi hit bennem valamiért az első pillanattól, amiért én örökké hálás leszek neki. Nekem nagyon-nagyon nehéz volt az, amikor ő elhunyt, és utána kezelni a médiát, újra lendületet kapni, újra csomagolni az alapítványt, elkezdeni nélküle tovább vinni az egészet, valahogy így egy évig úgy nem is igazán találtuk meg a kommunikációnak azt az útját, ami igazán jó lett volna, de aztán persze sikerült kijönni ebből a gyászidőszakból, ami állt egy személyes gyászból, meg nyilván az alapítványnak is a gyászából, de azt gondolom, hogy akkor egy ország rendült meg. Tehát én nem sok olyan temetésen voltam az életemben, ahol elmondhattam volna azt, hogy tele volt a bazilika előtti tér, a bazilika körüli utcák, és nem volt olyan kontinens, ahonnan ne jöttek volna magyarok. Tehát azt gondolom, hogy egy ilyen embert elveszíteni az nem csak egy személyes teher, hanem egy országnak a terhe is. És visszatérve egy kicsit így az előző gondolathoz, így a médiához, ugye Jenő bácsi korában a rádió volt az, amelyik ugye közvetítette a meccseket, tehát el kellett képzelni, hogy mi zajlik a futballpályán, mert hát az emberek nem látták. És soha nem felejtem el azt a beszélgetést Jenő bácsival, amikor megkérdeztem, hogy őket mi hajtotta, őket mi motiválta, hogy abban az 50-es években ilyen sikereket érjenek el. És egy olyan választ kaptam, amire én nem számítottam. Azt mondta, hogy tudod, Andrea, ma a tévé, a közösségi média, bármi, ez a pörgetés, fogod, letöltöd a magyar himnuszt, és bármikor meghallgathatod. Számomra szörnyű, hogy a mai gyerekek még néha a szövegét sem feltétlenül tudják a himnusznak. De abban az időben csak akkor hangzott el a magyar himnusz, hogyha valaki aranyérmet hozott. És azt gondolom, hogy felbecsülhetetlen volt akkor például a rádiónak az értéke, hogy az mit adhatott az embereknek. És ehhez képest azt gondolom, hogy azok a nehézségek, amivel manapság küzdünk, azok összesen hasonlíthatóak azokkal a nehézségekkel, amikkel az ő generációjának meg kellett küzdeni, illetve az 50-es generációnak. Úgyhogy ahogy te is mondtad, Just Do It, emelt fel
fenekedet és csináld a dolgodat, csináld a feladatodat. Nekünk most egyébként egy nagyon nehéz időszakunk van, ugye azáltal, hogy minden beruházás le van állítva, és a sportban csak a folyamatban lévő beruházások mennek. Nekünk korábban úgy működött, vagy eddig úgy működött a programunk, hogy 70-30% volt, tehát 70%-ot finanszírozott egy programból az alapítvány, és 30%-ot pedig az óvodát üzemeltető önkormányzat, vagy egyház, vagy KFT, ha magánóvodáról volt szó, illetve a határon túli projektjeink 100%-os finanszírozásban mentek. Most ez leállt, és nem csak a 70% hiányzik, hanem a 30% is hiányzik, úgyhogy mi igazából most egy túlélős fázisban vagyunk, reméljük, hogy ezt az időszakot túl tudjuk élni, és hamarosan, hogyha már újra indulhatnak a beruházások, és újból tudunk pénzt gyűjteni arra, hogy infrastruktúrális beruházások megvalósuljanak, mert az kimaradt, nem említettem, hogy mi TAO-ból, társasági adóból finanszírozzuk ezeket a beruházásainkat, hogyha majd újból lehet erre fordítani, akkor remélem, hogy eljutunk akár az 1000 pályáig is, illetve hát miért nem merjünk nagyot álmodni, Magyarországon 4500 óvoda van, abból 3500-ba fér el a pálya, 500-ba már megépítettük, maradt még 3000, és ne felejtsük el, hogy 1500 határon túli magyar óvoda van. Sokat abból az utóbbi időszakban a Kárpát-medencei óvodafejlesztési programban épített föl a magyar állam, vagy újítottuk föl, és nekünk az is a célunk, mert Jenő bácsi úgy halt meg, hogy a halálos ágyán megígértette velem, hogy ne hagyd a határon túli magyarokat is, vidd el oda a programot. Úgyhogy szerencsére már majdnem mindenhova eljutottunk, már mint minden országba, de nem minden óvodába. Úgyhogy célunk most az ebben a nehéz időszakban, hogy túléljünk, fönn tudjon maradni az alapítvány, működésünket tudjuk finanszírozni, ne kelljen az embereket elbocsátani, és hogyha ezen az időszakon túl tudunk jutni, akkor pedig minden gyerekhez jusson el ez a program, és a Buzánszky hagyaték minden gyerek mosolyába testesüljön meg. Nagyon szépen köszönöm, szerintem nagyon szép gondolatok, és egyben inspiráló is azzal, hogy minden nehéz időszakot túl kell lépni, legalábbis, hogy minden fejben dől el, és erre az emberek ilyen módon is képesek. Örs, hozzád is hasonló kérdésem lenne, mi volt a legnagyobb akadály, amivel szembesültél munkásságot során, legyen ez akár a közelmúltban, vagy a távolabbi múltban? Jó, hogy harmadiknak kell válaszolnom, mert volt időm átgondolni, még sose tettem föl magamnak ezt a kérdést, de én azt gondolom, hogy számomra az elmúlt 15 évben egy és ugyanaz a gondolat jön szembe, ez pedig a megosztottság. Ez a legnagyobb felvidéki kihívás, és ez a megmaradásunknak is az egyik ilyen kulcskérdése. Említettem itt ezt a nyelvhasználati mozgalmat, aminek azért kellett anonim megvalósulnia, hogy ne legyen egy fontos téma, megosztó témává. De mindennek az alapja a kettéhasadt közélet volt. Hát talán, ahol a leggyorsabban őszült a szakállam, az 19 őszén volt, amikor megkíséreltük egyesíteni a pártokat. Tehát, hogy ezt felszámolni egyszer és mindenkorra, és akkor elkezdtem aláírást gyűjteni, 10 000 aláírás kell pártalapításhoz a szlovák törvények szerint, és akkor mindenki szivatott minket, hogy hát az 10 000 aláírás, hát hol gyűjtöttek össze 10 000-et? Na, 3 hét alatt összeszedtünk 18-at. És csak a levelekre, amit szétküldtem az ismerőseimnek, arra visszajött 8 000. Arra a fölhívás, hogy a vasárnapi ebédnél írasd alá jó anyáddal is. És hát ebbe belevágtunk aztán, kénytelen kelletlen, hogy akkor ebbe a harmadik létrejövőbe összeboronálni a régieket, és betemetni a 20 éves árkokat, és hát ez végül is sikerült, a két előtt párt az megszűnt beolvadással,
de nem akarom ide túlon túl ide citálni a politikát, csak hát a határon túlon azért minden mindennel összemosódik, tehát ott nincs olyan kulturális aktivista, aki ne lenne egyúttal közszereplő is, hát én is az vagyok, szóval ez a megválasz a kérdésre, ez a legnagyobb kihívás. Még nem ért véget ez a történet. Nagyon szépen köszönöm. Hasonlóan az üzleti életben is azt gondolom, hogy azért minden nap lát valami jött az ember, amikor azt gondolja, hogy hú, hát azért ez most így eléggé nehezen jött, nem is biztos, hogy meg tudja oldani, de azért végül én azt gondolom, hogy a legtöbb dologból lehet így kiutat keresni. Neked mi volt ez, amiből kellett? Most van egy vicces mondás, hogy a útkolvastam valahogy, hogy bárcsak annyira lennék kövér, mint amikor először azt gondoltam, hogy kövér vagyok. Hát így vagyunk valahogy a problémáinkkal is, hogy nagyon szeretném azokat a gondokat visszakapni, amiket 2019-ben mondjuk szembenéztük, és hát azt is szoktuk mondani, hogy a kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, ez cégeknél is pontosan ugyanígy van, tehát hogy ezért azt látjuk, hogy az első munkánk, mondjuk nagyon drukkoltunk, hogy a 4 millió forintot valahogy megkeressük, a Volt Fesztiválon tavaly 4 milliárdot csináltunk, és ugyanannyi szívvel, csak nagyobbak a mértékek. Nekem megvan egyébként egy ilyen nagyon vicces és fontos nehézség. Ugye én ilyen tanácsadó szakmából jöttem át a gyáros szakmába, és kétszer is megvolt az, hogy ugye én tudtam nagy emberekkel, gazdag emberekkel, politikusokkal, híres emberekkel, bárkivel beszélgetni, de azért amikor 18 lakatos elé oda kell álljál, akkor ott rájössz arra, hogy az a skillset, vagy azok a beszédmód, vagy minden, amit felszedtél addig, na az ott kész van, és akkor azt mondja, rálinkel a csávó, nem frankó. És ez nagyon érdekes egyébként, hogy nekünk, mi akkor hagytuk abba ezt a tanácsadós pályázatos szakmát, amikor gyerekeink születtek, mert a feleségem is ebben dolgozott, és csak néhány ügyfelet tartottunk meg, csak azokat, akik valamennyire barátaink voltak, vagy akikkel nagyon egyet értettünk. És egyébként a sikerrátánk azért iszonyatosan megugrott. Tehát, hogy onnantól kezdve majdnem mindent megnyertünk. És ugyanarra jöttem rá akkor egyébként, mint a lakatosok előtt, hogy egy dolog van, hogy azt kell mondani, amiben hiszel, igazat kell mondani, és azt kell csinálni, amit valójában akarsz elérni. Ezért lehetett az, hogy a barátaink pályázatai valakinek a céljával egyetértettünk, mindig nyertünk. Én nagyon remélem, hogy sok olyan üzenetet, sok olyan inspirációt és motivációt adott a kedves közönségnek ez az alkalom, amit a mindennapjainkban a jövőben is fel tudunk használni. Nekem legalábbis egészen biztos, ahogy rengeteg ilyet adott. Ha már a jövőnél tartunk, fontos azt is megemlítenem, hogy 2023. szeptemberétől elindul a Highlights of Hungary következő évadja, és a közönség jelölhet akár olyan szereplőt, közszereplőt, előadót, bármilyen olyan tevékenységet végző szakembert, aki úgy gondolja, hogy méltó erre a címre, és a közönség szavazás is el fog kezdődni ebben az idényben is, ahol bárki szavazhat arra a jelöltre, aki számára a legszimpatikusabb. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet! Kedves nézőink, a köztérben Magyarország fénylő csillagait, a Highlights of Hungary programban résztvevőket ismerhették meg. Köszönjük figyelmüket, viszontlátásra!